Sziasztok, én Lucky vagyok, és üdvözlök mindenkit a következő House Flipper videóban. Hát jelenleg ez a mi kis irodánk. Az a nagy harci helyzet, nem túl szép, nem túl tágas, de nyilván, hogyha felújítanánk, lehetne vele kezdeni valamit. De az előző részben arról beszéltünk, hogy milyen jó lenne megvásárolni ezt a teknőc házat, és azt használni irodaként, és szerintem ezt fogjuk a mai videóban megcsinálni. A képek alapján nagyon-nagyon szépnek tűnik, egy picit koszos, vagy lehet az csak árnyék, nem az kosz. Mindenesetre 24,2 millió forint, nekünk van 82,2, szóval amondó vagyok, hogy menjünk oda, és az új megvásárolt házunkban pedig kicsit ügyködjünk. Ez lesz az új iroda helyszínünk, srácok. Azt a vetyárját felhívtátok a figyelmemet, hogy ez egy Dragon Ball ház, szóval elvileg a Dragon Ballból van ez a házikom. Én soha nem néztem, szóval én ezt nem tudtam, de legalább leírtátok nekem kommentbe, és már ezt is tudjuk. És ezt kéne nekünk valahogyan átalakítani úgy, hogy irodás legyen. Mindenképpen jó lenne, hogyha irodás lenne. Meg egy picit azért szerintem az én ízlésem szerint be kéne rendezni. A lényeg az, hogy legyen egy chill zóna, ahol nem dolgozunk, és legyen egy rendes iroda része a házikónak, ahol azért majd megy majd a munka mindenképpen. De akkor kezdjük el, először is takarítsunk. Nagyon jó, kedvenc részem a takarítás. Let's go! Na és úgy nagyjából körbeértünk, és itt a nagy takarítások közben észrevettem, hogy itt van még egy csapóajtó. Itt lesz a háló rész. Hallod, és 6 személyes hálórész, jó, akkor még itt is takarítani kell, hála Istennek. De ez jó, hogy azért észrevettem, hát ezek a takaró elemek annyira nem tetszenek, de... Jaj, nem akarok kimászni. Jó, ezt fogjuk kialakítani akkor hálórésznek. Sőt, látok még itt valamit a térképen, ez itt mi? Ja, ez csak egy fa. Ja, akkor jó. Na, akkor szépen adjuk el azokat a dolgokat, amik nem kellenek nekem. Hát figyelj, nem tudom, az egyik ágyat megtartom, de itt én csak én akarok itt aludni, és jaj, ez nem, csak nem egy Dragon Ball. Hova tűnt? Na mindegy, akkor itt lesz majd az én kis háló részem, meg nem tudom, itt lehet, hogy lent is kialakítok majd egy fürdővécét, bár nem annyira fontos. És hát itt ezzel a főső résszel olyan nagyon-nagyon sok baj nincsen amúgy. Átfesteni mindenképpen át lesz festve, tehát a rózsaszín az nem marad, illetve kint is be kéne deszkázni majd valamivel, mert a rózsaszín az nem az én színem. Hopp, ott van egy, még egy ilyen labda. És ezekkel mit lehet csinálni? És itt is van egy, na már hármat találtunk. De mihez kezdek ezekkel? Már van négy, hoppá. Itt is van egy Dragon Ball, na már hatot találtunk. Nem tudom, hogy számít ez-e bármit. Jó, hát mindegy, most... Ja, ide lehet beletenni. Aha, akkor igazából még egy hiányzik. Na, azt az egyet már találjuk meg valahol. Szerintem valahol biztos, hogy csúnya módon el van dugva mondjuk valamilyen ilyen bútor mögé szerintem. Jó, hát mindegy, most nem találom az utolsót, majd útközben remélem megtalálom. Viszont rájöttem, hogy át lehet ide helyezni az iroda áthelyezése gombbal ide az irodánkot. Eléggé logikusnak tűnik ez így nekem. Az a nagy harci helyzet, hogy amint végeztünk, akkor meg is fogjuk ezt tenni. De először mindenképpen csináljuk meg, és most nem tudom, hogy ez itt kukázzak-e itt mindent, vagy pedig hagyjam meg. Ez itt nem néz ki rosszul, de tudom mit, én szeretném a nulláról kezdeni, közel a nulláról, szóval szépen itt eladok tök sok mindent. Nyilván ezt nem fogjuk eladni, tehát ez lesz a legértékesebb dolog majd a mi házikunkban, hogyha meg lesz mind a hét ilyen témája. Hát akkor menjenek ezek is. Hoppa, és tudtam, hogy egy bútor mögött lesz az utolsó, mennyire tudtam. És így begyűjtöttük az összeset. És ez így... Ja, és ezt írták nekem hozzászólás, hogy ennek segítségével fogom tudni változtatni a napszakokat. Wow, ez olyan menő, nézd meg, megnyomom. Zsutyát vagy éjszakába. Wow. Király. Nagyon adom. Jó. Oké. Ennek majd csinálunk egy tök király kis placot, de egyelőre akkor folytassuk
az eladásokat, ez a halott virág nem kell, ezek a szekrények nagyon csúnyák, ezeket is eladom minden, tök jó. Ezt az ajtót, hát nem tudom, ezt lehet megtartom, meg ez a fürdő amúgy szerintem korrekt. Szóval ez lehet, hogy így ahogy van marad. Csak át kell csempézni, hát azt a lámpát eladjuk, mert csúnya. De amúgy ja, ezzel a fürdővel nincs probléma. Meg lent úgy nagy részt már eladtunk mindent, ugye? El. Jó, na, akkor kezdhetjük az irodánk felújítását. Boys and girls, kikapcsolom a laptopomat, hogy így ne fogyassza az oxit, nagyon jó. És átkapcsolok éjszakába. És felkapcsolom a lámpákat. De szép! Na, amúgy ezek nem is rossz világítás, ez haló. Jó, kis hangulatos, nem volt olyan nagyon nagy fény, de épp elég lesz, vagy hogyha nem, akkor csak nyomunk egy ilyet. Király! Na szóval a legelső dolgunk az legyen festés. Mindenképpen valamilyen pozitív hangulatúnak kell lennie a festéknek, szóval legyen mondjuk vérvörös. Mit szólnátok mondjuk egy világos krém színhez? Ilyen nagyon letisztult és igazából nem egy olyan extra szín, de szerintem nem olyan rossz. Tudjátok mire gondoltam, mivel ez az én irodám lesz? Mondjuk eléggé fehéres a téma. Mindegy, jó lesz. Arra gondoltam, hogy mondjuk itt ezt a szobát megcsinálom interes szobára. És oké, tudom, hogy vannak köztetek juventusosok, meg milánosok, de figyeljetek már, hogyha mondjuk a ti irodátok lenne, ezt megcsinálhatnátok juventusos szobának, de mivel én fogok itt lakni, ilyen, legyen ez ilyen kék-fekete, meg nem tudom, hogy ilyen kék-fekete dekor, meg ilyenek. Nézzük már meg, hogy ez így életképes-e ez a terv. Mindenképpen feldobhatnánk mondjuk úgy a falat, hogy ez a része, vagy ez a kiálló része, ez lehetne valamilyen kőből. Legyen ez a kiálló része valamilyen kőből, és egy picit meg is toldjuk ezt a falat, csak azért, hogy egy picit jobban kijöjjön a különbség, kicsit jobban lássuk, hogy mi merre hány méter. Mondjuk megtoldjuk eddig, és ez ilyen tök szép kő lesz. Na, várj, próbáljuk meg. Hát figyelj, szerintem... nem olyan rossz. Folytassuk a festést, aztán majd meglátjuk. Haló, kéne egy kis nappalt, légy szíves, Dragon Ballok, köszönöm. Na, körbeértem, és a rózsaszint sikerült el is tüntetni, és szerintem ez a téglafal nagyon királyott. Legalábbis nekem bejövős mindenképpen. Talán annyi, mivel ez lesz a konyha rész, itt lehetne esetleg valamilyen csempét alkalmazni ezen a falon, de nem tudom, hogy ez már nem lenne túl sok. Szerintem hagyjuk ezt inkább, én amondó vagyok, hogy ez nem lesz jó, szóval el is adom ezeket a csempéket, még mielőtt tovább csinálnám ezt a dolgot. Visszafestem szépen. Maradjon így, ez itt már egyszínű lesz, ez a téglafal eléggé úgyis feldobja, épp elég. Na, oké, akkor ezt befestettük, és akkor az internet szobát majd a végére hagyom, ezt majd a végén csinálom meg, de ide mindenképpen fel kell húznunk még falakat, és ahhoz már kéne vásárolnunk egy ajtót. Mondjuk itt van ez fekete ajtó, figyelj, szerintem teljesen ideális lesz ennek a szobának, valahogyan ide esetlegesen, és akkor ezeket az áthidalókat itt bizony le kell rombolnunk. Fú, olyan pörőjünk van, azt a petyáját, olyan ez, szítcsapjuk nagyon keményen, és akkor ide jöhet is a falépítés. Mondjuk az ajtók nem néznek ki olyan jól egymás mellett. Ezzel valamit kezdeni kéne. Akkor bizony ezt az ajtót el kell adnunk, és tovább kell pusztítanunk, mert én akkor azt a fürdőt egy kicsit meg akarom nagyobbítani, mondjuk egy ilyen 2-3 blokkal, vagy nem tudom minek hívják. És akkor szépen így egy picit megnagyobbítjuk ezt a szobát, hogy a fürdőben egy nagyobb ajtó beférjen, illetve az internet szobának nem kell olyan nagynak lennie. Szerintem mondjuk ez így teljesen megfelelő is lesz. Hát amúgy nem túl szép, hogy itt van előtte ez a csapóajtó, de hát most mit tudok vele csinálni, hát most ez ilyen lesz. Az új falakat nagyon szépen szentimentálisan kifestjük erre a krém, vagy milyen színűre, tök jó. Jól van, akkor ugye itt lesz a konyhánk, itt lesz a nappalink, tökéletes, itt a fürdő, WC, és itt pedig az interes szoba, yeah! Majd hogyha lesz saját házam, vagy lakásom, abból is lesz egy interes szoba természetesen, ez muszáj. Na és akkor amondom vagyok, hogy itt csempészhetnénk a fürdőben, keresünk valami nagyon szép csempét,
akár ide nekünk jó is lehet. Figyelj, nézzük meg ezt a szürke négyzet kerámia csempét, hogy hogy fog kinézni, bár mondjuk előtte csináljuk meg a padlót. Padlónak nézzük meg ezt, hogy ez hogy nézne ki. Hát elég ilyen... Hát ilyen fura beütés van, de ettől függetlenül most már ezt fogjuk használni, mert megvettem, és hát ez az én irodám itt... egy kicsit spurkulni kell. De szépen felcsapjuk ezeket a szürkés dolgokat, és ezzel, hát remélem már... ez nem lesz így jó. Mindenképpen valami más színnek kéne lennie az egyiknek. Mondjuk akkor a padló legyen ilyen olyan barnás, mert ez, hogy mindegyik ilyen, ez szerintem nem lesz olyan egetrengetően jó. Hát lámpánk az nincsen, itt eladtam a francba. De van Dragon Ballunk, yeah, de jó! De amúgy nekem ez a csempe a falon tetszik, csak a padlóval nem egyezik ki a mondó vagyok, szóval próbáljunk meg egy olyat, hogy padló, és rakjunk ide valami más fajtát. Hát próbáljuk meg ezt, de nem tudom, hogy ezzel milyen lesz. Figyelj, ennél jobb nem lesz. Hagyjuk, jó lesz ez, oké, nyeljük le, tökéletes. Jó, szerintem elkezdhetnénk berendezni ezt a felső részét a házikunknak, és az alsó placot majd a végére hagyom. És akkor ide kéne nekem egy ilyen nappaliszerű dolgot rittyenteni valahogyan. Nézzük meg ezt a kanapét, hogy mekkora, mert szerintem akár még jól is nézhet ki. Hát az az egy probléma, hogy egy picit nagy. Hát nem is picit, hát valahogyan így férne el. Ez sajnos ide nem lesz jó. Valami egyszerű kis kanapé kéne nekem, mint például ez. Ez egész korrektül néz ki. Ez teljesen tökéletes is lesz nekünk. Egy probléma van, hogy nem tudom, hogy hova kéne raknom, mert mondjuk, hogyha ide rakom, az hogy nem jó, mert ott az ablak. De hogyha ide rakom, akkor pedig tökre útban van. Vagy hát mondjuk annyira nem vészes. De még akkor is ott lesz a tévé. Valamit át kéne rendezni. De mit? És hogyan? Ha mondjuk berakom ide teljesen a falhoz, és mondjuk ezt a falat meghosszabbítanám még egy picit, hogy odaérjen pont a kanapé végéig, akkor szerintem ez így korrekt. Hát figyel, ide a kanapé elé pont nem tudom rakni, bár mondjuk rakhatnám, és akkor szépen az ajtót mondjuk arrébb rakom, mert hát a kávézóasztalnak nyilván itt van értelme. Aha, csak az a probléma, hogy ezeket a falakat nem lehet mozdítani. Jó, hát akkor mindegy. Jól van, hát figyelj, akkor nem tudom, ott maradjon az asztal, az a baj nem férünk, de elférünk mellette, akkor figyelj, itt marad ez az asztal, rohadjon meg. A falra jöhet természetesen egy jó kis tévé, alá pedig hát valamilyen kis szekrényt azért rittyenthetnénk. Hát mondjuk eléggé érdekesen néz ki, de figyelj, hát próbáljuk ki, teszünk egyet ide, egyet pedig ide. Fura. Ide kéne valami szekrény ide alá, de nem találok semmit. Jó, tegyük le ezt, és akkor egy picit ezt arrébb teszem, picit ezt is arrébb teszem, és akkor tökéletesen ide a tévé alá be fog férni. Szépen rakunk alá egy szőnyeget, de ezt az asztalt lehet, hogy amúgy ki kéne venni. Lehet, hogy amiatt fura az egész. Jó, hát figyelj, ez a nappali most így egyelőre egy picike asztalt tegyünk ide még az én. Na, ide nézzetek, milyen extra lett a dekorokkal együtt. Jó, mondjuk ez a dolog még nem tudom, hogy lesz, szerintem ide teszek majd egy kis asztalt, és annak a tetejére teszem, mondjuk. Nem tudom, meg itt, ezen a területen ötletem sincs, hogy mi legyen amúgy. Itt van egy eléggé nagy helyünk még, és hát ki kéne használni? Étkező! Étkező az mondjuk lehetne ott. Én szép fehér üvegasztal itt a fal mellett, és akkor ide még tudok tenni akkor mondjuk 4-5 széket is. 4 szék nekem elég lesz, és akkor talán lehet inkább erre az asztalra ráteszem így. És ez így egész extra. Erre a falra csapjunk ide szépen egy tükröt, valahogy így. Oksa, ide pedig valami kis, mit tudom, majd cipőszekrényt, vagy valami ilyesmi. Hogy ne volna, oda néz, tettünk oda kettő nagyon szép cipőszekrényt, ebbe... Fú, milyen hangja van. Lehet pakolni a cipellőket, hogyha úgy van. És akkor szerintem csapjuk oda neki ezt a konyhát, egy szép kis hűtőszekrényt rittyentsünk be ide ebbe a sarokba, ennek a helyét szerintem nem változtatjuk meg, ahol az eredeti volt. Hogy fér be? Így.
tökéletes. Van itt nekünk egy sütőnk, így kezdésnek tökéletes, és ezt a gusztumot kéne akkor szerintem erőltetni. Például van itt ilyen is, de van itt ebből sarokszekrény is, széles sötét szekrény, legyen az asztalla fehér, és nézzük meg, hogy itt hogy néz neki mondjuk ez így. Jó lesz. Ó, és van mosogatós is, hallod, elképesztő, elképesztő jó ez a custom, nagyon adom, és akkor ezt meg rakjuk szépen ide. Extra, ide pedig jöhet még mondjuk a falra is egy szekrény ebből a fajtából. Valahogy így. Figyelj! Olyan extra, beszarsz. És még ebből egyet a végére rakjunk így, és szerintem így a konyhaszekrényekkel meg is vagyunk, ide mit kéne rakni vele szembe? Esetleg egy-két konyhaszekrényt még, hogy ott is tudjam aprítani a hagymát, meg ilyenek. Tudom, mi hiányzik, srácok? Egy beépített mosogató szekrény. Orra néz. Jó, hallod? Ez kezd dolgot önteni a konyha. Orra néz, egy perui kaktusz fogunk ide rittyenteni. Bam! Elképesztő. Egy kávéfőző mindenképpen kell meg, hát nem tudom, ilyen tányérok, meg ilyesmik. Kéne egy mikrohullámú sütő is, az mondjuk legyen... Hát az hol legyen? Legyen itt ezen? Legyen itt ezen, mert miért ne? És figyelj, én amondó vagyok, hogy úgy nagyjából be is van rendezve a konyhánk. Itt a padló tűnik egy kicsit nekem snosznak. Lehet, hogy ide mondjuk rittyenthetnénk egy szőnyeget talán. De mindegy, haladjunk, mert soha nem leszek kész ezzel a házikóval. Jó, ezt a WC-t gyorsan megcsináljuk, akkor kell egy zuhanyzó kiállást telepíteni. Gyorsan fel is csavarozzuk. Amúgy ezek nem olcsók, ezek elég drága mulatságok, de hát figyelj, hát zuhanyozni kell, szóval nincs mese. És már össze is szerelünk egy szép modern zuhanyzót ide ebbe a sarokba. És akkor még mi kell ebbe a fürdőbe? Hát ugye a WC van, hát kell egy mosdókagyló, meg hát figyelj, tükör, és azon kívül szerintem sok minden nem, talán ha egy mosógép elférne, az nem lenne rossz, de attól tartok amúgy, hogy az nem fog elférni. Mosdó csővezeték, 142 ropogó, ja, az jöjjön akkor ide, így, ez tökéletes lesz, ja, az meg itt lesz ennél a falnál. Tökéletes. Szuper, mondjuk ez a zöld, ez mondjuk eléggé undorító, szóval Ezt kicsit szerintem elcsesztem, ide kéne valami kilépő szőnyeg. Így, bam, hibátlan, és esetleg még egy tükör, ami kéne, bár az mondjuk ide szokták tenni, és hát ott ablak van. Szóval itt a tükör mondjuk most kimarad. Jó, figyelj, legyen ennyi, egy világítás még azért rittyentsünk ide. Bam, nézzük meg, hogy mennyi fényt ad. Úgy épp eleget. Jó lesz ez, bár mondjuk egy picit helyezzük át, mondjuk valahogy így. Jó lesz. Jól van, figyelj, akkor itt a felső részekkel nagyjából meg vagyunk leszámítva ezt az interes szobát, ezt majd megcsinálom. Az alsó háló részt kéne összerakni még mindenképpen. Hát itt sajnos nincs világítás. Na, és hát ez az ágyikó szerintem maradhat nekem legalábbis szimpatikus, és valami éjjeli szekrényt kéne rakni mind a kettő oldalára, mondjuk ezek szerintem teljesen cukik. Padlólapnak szerintem mindenképpen valami fát szeretnék, és ez eléggé szimpatikusnak tűnik. Nézzük meg, hogy néznek itt ezen a placon. Figyelj, jobb mint ez a kő, szóval ha mondom leszek, hogy jó lesz ez. Esetleg ez a világos barack, szerintetek ez hogy néz neki hozzá? Hát figyelj, próbáljuk ki. Nagyot nem veszíthetünk. Kicsit hasonlítanak egymásra színben, hát ilyen barnások egy kicsit. De amúgy szerintem nem olyan rossz, meg ez a baraszk szín nekem bejön. Kapjunk fel szépen lámpákat, mert már ideje volna, én amondó vagyok. Mondjuk 4 darabot, nézzük meg ezek mennyi fényt adnak. Ez külön szobának számít itt. Fantasztikus. Kicsit kiéget itt az ember retináját, meg mondjuk itt van még egy ilyen csúnya lámpa, ezt adjuk el szépen. Ezt egy picit távolabb rakom, mondjuk valahova ide. Mondjuk nem pont az ágy fölé kéne, az lehetséges. Mondjuk valahogy így, mondjuk egy picit közelebb, legyen így mondjuk. Ez itt meg tökéletes, és ki kéne cserélni a padlót, mert az nem tetszik. Meg ott arra a falra szeretnék ugyanolyan valamilyen tégla fali panelt rakni, mondjuk legyen ez. Szerintem nagyon extra, de középre felrakunk valamilyen,
nem tudom, képet mondjuk. Nagyon szép zöldségekről, vagy mi az Isten, tökéletes. Próbálj meg ezt a fenyő padlólapot, hát ha ez jobban be fog jönni. Jó lesz. És akkor mondjuk itt ebben a sarokban kialakíthatnánk egy ilyen játszós területet, ilyen számítógépe meg ilyenek. Oda nézz, ilyen kis gamer állomást raktunk ki, de szerintem nekem, mint irodának ez itt teljesen tökéletes, itt megfelel. Jöhet ide egy ruhás szekrény, nagyon jó, meg hát én nem tudom, mivel kéne itt dekorozni amúgy. Lerakok ide egy szőnyeget mondjuk. Hú, hát nem tudom, jó lesz. Meg hát itt a falra nyilván lehetne rakni még dolgokat, és az egy probléma van, hogy én itt kezdek kifutni az időből, szóval nekem lassan el kéne mennem. De figyelj, legyen az, hogy a következő House Flipper videóban befejezzük ezt a házikót. Igazából már teljesen lakható, szóval minden fontos elem be lett rakva, illetve el lett készítve. A következő rész elején pedig akkor befejezzük azt a lenti részt, vagy pedig én videón kívül befejezem, és ezt az interes szobát is valahogy össze kéne rakni, várjál. Kéne nekem ilyen azurkék, ez szerintem jó lesz, és kéne valamilyen fekete festék, ez is jó lesz, és akkor ebből olyan felváltva, vagy én nem tudom, hogy ezt még hogyan csinálom, de ki fogjuk deríteni. Oda nézz! Kék-fekete, körbe, hivátlan, elképesztő menőség. És kéne ide egy asztal, és erre nem lehet valamilyen, nincs valami olyan dekoráció mondjuk, hogy mondjuk egy trófea, vagy egy kupa, vagy valami ilyesmi. Legjobb apa serleg. Na, figyelj, ez szerintem jó lesz. Hát mondjuk eléggé kicsi ez a serleg. Megírom keresni, hogy serleg. Hát sajnos nagyobb nincsen. Hát figyelj, akkor ez a Scudetto, jó srácok? Ez az olasz bajnoki címért jár. Ez a hatalmas serleg. Ja, ide is vagy csinálunk még valami dekort, vagy valamit még csinálunk ezzel az interes szobával, de úgy fullos nekem nagyon bejön. Srácok, a következő részben akkor mindenképpen befejezzük, vagy a következő részre én már befejezem, mert kívül még leszeretném az egészet deszkázni valahogyan. És hogyha van valamilyen tippetek, hogy mondjuk ide alulra még mit csináljunk és hogyan, akkor írjátok meg nekem hozzászólásban mindenképpen, és akkor következő részben pedig innen folytatjuk, srácok. És akkor most szerintem hivatalosan költözzünk be ide, ez lesz az új irodánk, és a dolgozó laptopon pedig hát egyelőre kerüljön mondjuk ide az étkezőasztalra, de aztán majd találunk neki egy jobb helyet, innen fogunk tudni dolgozni a következőkben. Srácok, itt az új irodánk, következő részben befejezzük, ha tetszett az a videó, sziasztok! Volt egyszer egy spanom, akit úgy hívtak, hogy Pista. Azt mondta nekem, hogy legyek már én is lakista. Azóta is elég sokszor cserélem a liberót, mert befosok, ha meglátom, hogy felkerült új videó. Lazán elveri a népet ez a gyerek fifába. A szomorú arcot fölő varázsolhat vitámat. Húzzuk el az összes fekete felhőt. Ha tetszik, amit láttál, akkor nyomd be a csengőt. Yeah.